Jó estét kívánok, kedves nézőim, szeretettel köszöntjük Önöket. Ez a Siesta, a Nyíregyházi Televízió kulturális programajánló műsora. És már is dalra fakadhatnék, színházról is lesz majd szó, és azt énekelhetném leginkább most az asztalra tekintve, hogy ha én gazdag lennék, hát ha az mind az enyém lenne, ami az asztalon van, gazdag lennék, és ne legyincsenek azért, mert mondjuk egy régi százas mit ér nagyon is sokat. Tekintve, hogy Önök is nem sokára a múzeumban régi forintokkal szembesülhetnek, meg a saját múltjukkal is, de ennek oka van. Ennek elmagyarázására pedig a stúdióba kértük dr. Úri Attilát, aki most nem alpolgármesteri, hanem numizmata minőségében ül a kamerával szemben, valamint Holmár Zoltán múzeumpedagógust. Köszöntöm Önöket szeretettel. A felvezetés 70 éves a forint. De miért született? Hát köszöntöm összes a tévénézőket. Hát jó kérdés, hogy miért született, ugye? Szerintem sokan emlékeznek még arra, amikor gyerekkorukban, és erre nagyon sok történet van, gyűjtögették a szüleik a pengőt, mint vagyont, és otthon a padláson, párnákban tartották, arra gondolva, hogy a háborúnak a különböző gazdasági lehetőségeit kihasználják, és földet, házat vesznek belőle. Sajnos ugye ismerve a történetet, a magyar infláció nagyon sok hosszú évtizedekig csúcstartó volt a világon, ugyanis a legrövidebb idő alatt a pengő ért el egy olyan inflációs fokozatot, amely lényegében az elértéktelenedéséhez vezetett. Tehát egy kötek pengőért, kötek millpengőért körülbelül egy gyufát lehetett venni, délelőtt, délután pedig már az sem. Ezért szükség volt egy gazdasági megoldásra, ez pedig akár a pengő esetében, akár a pénztörténet korábbi korszakaiban egy teljesen új kezdetet jelentett, amiben felmérve 46-ban az ország gazdasági állapotát, ami ugye természetesen rossz volt, mégis a fizetőeszközt normalizálni kellett. Pedig a pengő sem volt rossz annak idején. Bizony, hát amikor ugye a koronarendszer elinflálódott a 20-as évek végére, akkor közepére 26-ra azért egy nagy hatalmas vágást csinált a betleni politika, és akkor egy nagyon jó fizető, tehát világviszonylatban jó fizetőeszközt hoztunk. Ugyanúgy lényegében, hogyha viszonyunk a Károly-Röbeti aranyforint pénzreformig, az is Európa vezető valutája volt. Tehát Magyarország időről időre tudott olyan pénznemet, olyan erős pénzt produkálni, amelyet Európa megirigyelt. Arany forint, és itt most az 1300-as évek elején vagyunk. Igen. Ezért forint a forint? Igen, természetesen ez ebből az etnévetológiából jön, ezért forint. Forint volt korábban is, illetve a két időszak között is volt, és nem csak az arany forintra értették, hanem más pénztörténeti korszakokban is használták a forint kinevezést. A gulden is egyébként forintot jelent, hogyha átfordítod a régi osztrák-magyar pénzrendszerben. Ez hozzánőtt a magyarsághoz a forint név, pont Károly Róberttől kezdve. Ez egy híres valuta volt, ezzel millióan írtak már, nem csak magyarok, hanem nyugatiak is, ezért lett forint, és ezzel indul a forint, ami a Jós András Múzeum gyűjteményben és osztályvezető úr majd biztos mesél többet róla. Ez az eleje. Ez szimbolikus egyébként, a szimbolikát hagyd mondjam már el, ugye. Egy 10 meg egy 100 forintos látunk. Így van, így van. A szimbolikáról hagyjáruljak el a kedves nézőknek, hogy természetesen ebben az időben azért a pártállami jelképeknek, szimbólumoknak ezen meg kellett jelenni. Egyébként minden pénzen megjelent. Itt is megjelenik ezen a pénzen, az ipar és a mezőgazdaság, ugye, aki élt benne, vagy tanult róla, vagy közel volt hozzá, ezt tudja azt, hogy ez a két terület volt az, de legfőképpen az ipar, ami dübörgött nálunk az elmúlt rendszerben, ez szimbolizálja a két megjelenő allegórikus alak is. Egy dologra még hagy reflektálják, és utána átadom osztályvezető úrnak a szót, hogy azért mi nyíregyháziak büszkék lehetünk arra, hogy egy nyíregyházi is felkerül a pénzeinknek a sorára. Ezen a Dózsás 20-ason látszik egy Adonis. Ő egy Adonis, egy élő ember volt, aki 56-ban mártírhalált halt, illetve elindult dolgozni, és egy szovjet golyó eltalálta. Hegedűs Istvánnak hívták, ő itt született, válogatott öttusázó volt, akkor a Vasasnak volt az úszóedzője, ő van rajta ezen a képen. Akinek emléktábla és van Nyíregyháza. Így van, pontosan. Ebből lesz egy kiállítás ezek szerint, ugye ez a felütés az egész beszélgetésünknek? Így van, tehát komoly hangsúlyt akarunk fektetni a forint 70. születésnapja alkalmából, bár igaz, ugye a hivatalos kezdés az augusztus 1-e lenne, ha pontosak akarunk lenni. Most egy hétig látogatható majd ez a kiállítás, egy ízelítőt adva a kedves látogatóknak, majd természetesen később újra meg fogjuk nyitni ezt a kiállítást, és az itt látható bankjegyekből is egy gyönyörű szép tálatot tekinthetnek majd meg a kedves látogatók.
ahogy a polgármester úr is elmondta, látható lesz majd az első két forintbank, és a 10 és a 100 forintos, ami csak egy évig volt forgalomban, mert gyorsan kopott az anyaguk, könnyen is lehetett hamisítani őket. Majd az azt követő sorozat bankjegyei lesznek láthatóak, amelyek 50 évig voltak forgalomban, különböző darabjaik. Ugye a legnagyobb történelmi személyiségek kerültek ezekre a bankokra, a 10 forintoson Petőfi Sándor, a 20-ason ugye Dózsa György, akkoriban kezdték ugye felkapni a politikai vezetés az ő személyét. Az 50 forintos az 1953-ban jelenik meg, mert akkor volt a Rákóczi Szabadságharcnak az... Igen, csupa szabadságharcos. Csupa szabadságharcos. És a 100 forintos, amely egy rekordtartó a magyar bankjegy történelemben, hiszen 13 kiadást élt meg, 50 éven keresztül volt forgalomban, és 4 különböző címerre a jelentették. Negyediket tartom most a kezemben, de jó volt locsolkodáskor egy ilyet kapni, ez óriási értéke volt ennek. Ez a negyedik, amit itt látnak. Majd közeliből igyekszünk megmutatni, valóban 4 címer van egymás után. Csendben kérdezem, visszaadva szót Úri Hatillának, és majd még beszélünk a kiáltásról. Nyilván nem 100 forintot ér most egy 100 forintos. Nyilván nem, igen. Tehát, hogyha mondjuk gyűjtői szempontból vizsgáljuk ezeket az érmeket, akkor ugye a minőségnek ára van. Ha hiszik a kedves nézők, ha nem, a legrégebbi bankjegyekig visszamenve, mondjuk a 18. század végéig még találni olyan darabokat, amelyek olyanok, minthogyha most jöttek volna ki a nyomdából. Ezek nagyon nagy felárakkal mennek a százasok esetében is, egyébként a legkorábbi darabok egyébként is drágák, tehát egyébként is jó pár 10 000 forint értékük van, de hogyha mondjuk szép a papírja, nem kopott a papír, és lényegében nyomda friss az állapota, akkor egy komoly gyűjtő a értéknek a többszörösét és a felállát is meg tudja adni. Ezeknek önmagukban véve, ahogy osztályvezető úr is mondta, mivel gyorsan kivonták a forgalomból, egyébként is drágák, de van az a pénz, amit egy gyűjtő megad egy olyan darabért, amely a gyűjteményében nincs meg, és nem csak a 13 típusra gyűjtik mondjuk a százast, hanem mondjuk sorozat számokra is. Pénzügyminiszter aláírásokra is, mert értelemszerűen nem az a pénzügyminiszter, nem az a bankelnök írta alá pénzeket. Tehát vannak ilyen szent őrültek, akik így gyűjtik, és nagyon komoly gyűjtemények vannak. Csak egy apróság, és akkor tényleg beszélgetés önmélyet között, de az a 10 forintos, az a Petőfis 10 forintos, ilyen szép, hajtatlan állapotban mit kóstálhat? Meg kell nézni, hogy hanyas. Jó, mert nem mindegy, hogy a sorozat a hanyas, ez az első, ez az 57-es. 57-es. Hát, hogyha hallod rajta, hogy azért ez rendesen zizeg. Hát egy olyan 30-40 ezer forintot biztos adnak érte. Ezért. Még meg kell nézni, milyen sorozat. Én most többen a fejükhez kaptam, bár csak akkor félretettem volna néhány tízes. Na de hát igen. Ezt most is meg lehet cselekedni. Ez az első sorozatos. És hogyha mondjuk esetleg olyan darabod is van, hogy mondjuk itt van egy sorozatszám, hogy A712 és van A713-ad, akkor az még többet ér egy gyűjtő szemében, és ez mehet. Tehát ez 5000 forinttól elmehet 50-60 ezer forintig is. Köszönjük, ez izgatásnak nem volt rossz szerintem, de még adjunk egy végszót akkor, hogy pontosan mit is látnak és mikortól a kedves nézők a múzeumban. Tehát a forint 70. évfordulójára megnyíló kiállításunk március 1-én fogja fogadni a kedves látogatókat, ezen a napon lesz a hivatalos megnyitónk egy sajtótájékoztató keretében is, és a kedves vendégeink, látogatók megnézhetik a II. Világháborút követően bevezetett forintbankjegyeket, forintérméket, filléreket. Bizony, erről is beszéltünk, csak közben mutatok egyet, egy lyukas két filléres, a klasszikus, nem tudom, hogy meg tudjuk-e még itt közeliből, vesző közben. Illetve hát azokat a bankjegyeket is górcső alá fogjuk venni, amelyeket a forint felváltott, tehát a hiperinflációs pengők, tehát a MIL pengők, B pengők, és górcső alá lesznek, meg hát természetesen, amit a polgármester úr is említett korábban, hogy a forintnak jóval régebbi története van, mint 70 év. Azért a Kossuth bankok néven ismert bankjegyek is forintbankjegyek voltak, illetve az Osztrák-Magyar Monarchiában is Osztrák-Magyar forintbankjegyeket és érméket használtak. És hát teljesen, ha visszamegyünk a kezdetekig, akkor az aranyforintig tudunk eljutni. Tehát... Kár Roberto, nem megint gondolatban. Zárszó, augusztusban lesz folytatás? Természetesen lesz, akkor már hosszabb időre látogathatják a kedves érdeklődők a múzeumban, hiszen akkor lesz igazából az igazi évfordulója a forint bevezetésének. Köszönöm szépen az információkat, szerintem sokan kedvet kaptak hozzá. A gazdag asztal megszűnik, és megyünk tovább.
Kedves nézőim, most egy olyan esemény megvalósulásáról adunk önöknek hírt, pontosabban egy összeállítás segítségével elkalózoljuk önöket egy olyan rendezvényre, aminek a beharangozója is elhangzott itt a Sziasztában nem is olyan túlzottan régen, hiszen a nyíregyházi kötődésű, nemrégiben elhunyt Fehér Ottó karnagyra, csupa nagybetűvel karnagyra emlékeztek barátai, részben tanítványai, társai a Harmónia Kamarakórus szervezésében egy kórus találkozóval az elmúlt hétvégén. Négy kórus tagjai gyűltek össze, hogy az egy év elhunyt Fehér Ottóra emlékezzenek a Váci Mihály Művelődési Központban. A Máté Szalkai Ádám Jenő pedagógus kar, a Nagyhalászi Belkantó női kar és a Tiszadadai Terra Dada kamarakórus, valamint a nyíregyházi Harmónia kamarakórus énekelt a nagy közönségnek. A kórusokban az volt a közös, hogy mindegyik kötődik valamilyen formában a néhai karmesterhez. Fehér Ottó Budapesten született 1945. november 1-én. A középiskolai tanulmányait a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában végezte szolfés szakon, majd karvezetést tanult a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, ahol Vásárhelyi Zoltán és Párka István növendéke volt. A főiskolai diploma megszerzése után 69-től tanított a nyíregyházi Bessenyei György tanárképző főiskolán. Vezetője volt a nyíregyházi vegyes karnak, kórusával több nemzetközi találkozóról értékes díjakkal tért haza. Fehér Ottó özvegye azt mondja, a megyei amatőr kórus mozgalmat minden tudásával és erejével támogatta. Mindig is kacérkodott a karmesterséggel, a kórus vezetéssel, de bármibe fogott, ami zenével kapcsolatosabban mindig sikeres volt. És amikor lekerült ide 69-ben Nyíregyházára, ugye a Tarcai Zoli bácsival az főiskolai énektanszégének a megszervezésében segítkezett, és szó szerint itt ragadt, bár többször lett volna lehetősége elmenni innen, és mindig azt mondta, hogy őt itt szeretik, és ő is megszerette az itt élő embereket. Tehát nagyon szívesen élt és dolgozott itt Nyíregyházán. A találkozón a kórusok közösen is színpadra léptek, Kodály Magyarokhoz című művét adták elő. A Berzsenyi verséből készült kórusművet Fehérné Lóci Ildikó vezényelte.
Kedves nézőink, arról már többször beszéltünk, hogy a Sóstói Múzeumfalu ezen a télen nem alszik álmot, mert hogy sétáló jeggyel megtekinthető, ez is egy különleges élmény. Ráadásul a múzeum munkatársai, bár bőjt van, de még mostanra sikerült egyeztetni időpontokat, farsangi órákat, rendhagyó órákat is tartanak. Erről a híradónkban beszámoltunk a napokban. Most pedig egy március elején még jóval húsvét előtti rendezvényt szeretnénk a figyelmükbe ajánlani, melynek a címe Sóstói Magbőrze a Múzeumfaluban. Ennek kapcsán kértük a stúdióba Tarcali Anikót, a Múzeumfalu programszervezőjét, valamint Zalatnai Lászlót, a Kosár közösség tagját, a maradhatunk tegezőbb akkor. Szervusztok! És köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást. Hogy kell értelmeznünk ezt, hogy magbőrze? Mi ez? Mondod? Mondom. Az országban több felé van magbőrze. Az a lényeg, hogy ma, amikor vetőmagokról gondoskodunk, akár haszonnövényekről, akár dísznövényekkel kapcsolatban, akkor szinte csak a nagyüzem által előállított magokhoz lehet hozzáférni. De régen ez nem így volt. Régen rengetegféle tájfajta mag volt, minden tájnak megvolt a maga rá jellemző, akár falvaknak is megvolt a rá jellemző, akár gyümölcsfajtái, különböző dísznövényei. Magkultúra volt? Magkultúra, így és azt gondoltuk, hogy érdemes ebben belekezdeni, illetve hát nem mi gondoltunk, hanem a Múzeumfalu keresett meg bennünket. És ugye a Kosár közösségnek az a lényeg, hogy a helyi gazdaságot, a helyi termelést próbáljuk meg erősíteni, és ennek egy nagyon fontos eleme, hogy milyen genetikai sokszínűség az, ami a helyi gazdaság mögött állhat. Ezt kb. Úgy tudom hasonlítani, hogy azért szerintem mindenki unná, hogyha minden nap ugyanazt az ebédet kéne megenni, minden nap évek óta ugyanazt. Tehát ez egy nem egy jó irány, mifelé megy most a világ, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a biológiai sokféleséget megőrizzük. A változatosság az egyik fontos elem ennek. És azért kell ezt a magbőzést, vagy lehet ezt a magbőzést csinálni, mert hogy nem nagyon van felülete annak, hogy az emberek hol tudnak cserélni tájfajta magokat. De itt nem a nagyüzemi lesz, hanem itt az, ami van. De vannak az embereknek még idézőben saját magjaik? Persze, hogy tehát hogy van akinek ez akár régről hozott hobbija, hogy ezekkel foglalkozik, illetve ez egy kísérlet. Tehát az első magbőrze, amit most közösen megpróbálunk összehozni, egy kísérlet. Az országban több ponton vannak, tehát ennek van valami fajta kultúrája Magyarországon. Uh-huh. Már régebben sokkal nagyobb volt, tehát ugye így történt a piacokon, vásárokon történt régen ez a maguknak a kicserélése, vagy a fajtáknak, mert nem csak maguk, hanem oltványok, stb. Is értünk ez alatt. És mi ezt újra szeretnénk feleveníteni. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon izgalmas kísérlet, mi is kíváncsian várjuk, hogy hányan leszünk, mert ez az első. Na de kiket várunk, és milyen programmal? Tulajdonképpen mindenkire számítunk, aki szereti a kertjét, és szeretné azt minél változatosabban beültetni itt tavasszal. Ugye elhangzott az, hogy a Sóstói Múzeumfalu most sem alszik, és ez lesz igazából a farsangon kívül az első nagyobb rendezvényünk, amikor várjuk a látogatókat a Múzeumfaluban. Itt szeretnénk azt, hogyha mindenki hozna egy icike-picike kis magot magával, amit ő saját maga gyűjtött, lehet az virág, zöldség, vagy akár valamilyen oltvány, és ezt elsősorban nem pénzért, hanem cserébe tudná másokkal elcserélni. Hogyha valakinek például mindig nagy vágya volt az, hogy ökölszív paradicsomot ültessen a kertjében, de ehhez nem lehet például boltokban hozzájutni, akkor hát, ha van valaki a bokortanyáról, aki esetleg eljön erre a magbőrzére és hoz magával ilyen magot, akkor tudnak cserélni. Nem az a lényege, hogy tulajdonképpen az egész kertet be tudjuk ültetni ezekkel a magokkal, hanem néhány egyedet tudjunk nevelni a kertünkben, és arról a későbbiekben magfogásra, de tovább szaporítsuk a növényt. Erre szeretnénk felhívni a figyelmet, mind az előadásokkal, mind pedig a kis magbőrzénkkel. Mivel ez egy vasárnapi napra esik, így gondoltunk azokra is, akik gyerekekkel érkeznek, és lenne egy kis gyerekjátszó program, illetve kiállítás tekinthető meg ezen a napon. Sőt, nem csak cserebere van és játszótér, hanem okosító előadások is. Pontosan. Több helyről próbáltunk meghívni, illetve elég széles környezetből erre a napra előadókat. Így például ugye bemutatkozik a Kosár közösség is, mint civil egyesület, illetve számunkra nagyon fontos az, hogy a növényi diverzitásról ugye már esett szó, és ezt ismertessük meg a látogatókkal. Növényi diverzitás központból fog érkezni az igazgatónő, aki tart előadást abban, hogy hogyan lehet megőrizni a növények
változatosságát, illetve a civil szervezetek ebben hogyan tudnak közreműködni. Erről hallhatunk előadást, és természetesen jön egy biogazda, egy kutatóember, aki viszont a piros kukoricáról fog tartani egy előadást. A Tarpai Keleme Béla? Igen. Piros kukorica? Hát lehet, hogy erre sokan fölkapják a fejüket. Reméljük. Nagyon reméljük. És ez még csak egy az izgalmas dolgok között. Tehát a koncepció az, hogy azáltal, hogy cserélünk, egy kicsit itt Nyíregyházan is megjelenik a sok színűség, illetve a körzetében, és egy csomó helyen lesz egy csomó olyan, ami nem volt. Abszolút így van. Ez egy, reméljük, egy hosszú távú folyamat, ugye most van a tavasszal a magvetés ideje, és hogyha erre rászogunk, meg megszokjuk, hogy ezt minden évben meg lehet oldani, ezt, hogy egymásra elcseréljük a magjainkat, meg ezeket a növényeknek a szaporult anyagait, akkor talán elindul újra ez a fajta kultúrája ennek a kertészkedésnek. Mert nagyon jó szerintem is beszerezni gyönyörű növényeket a különböző nemesítő cégektől. Azt gondolom, hogy helye van akár a kertkultúrában, akár az élelmiszer típusú kertészkedésben is a sokféleségnek. Ugye a nagyon érdekes például Bélának az előadás, hogy a táplálkozás tudományi és sport élettani kutató. Ugye az a kérdés, hogy miért eszünk. Egyrészt van ennek egy élvezeti funkciója, tehát hogy finomokat szeretünk enni, ez jó tevékenység. Másrészt az, hogy a testünk jól működjön, különböző típusú tápanyagokra van szükség. És ez különböző növényekben, különböző mértékben van benne. Ezért is nagyon fontos eznek a sokféleségnek a fejlesztése. Ennek egy nagyon jó eszköz ez. Ne felejtsük el, azzal leszel, amit eszel, ez egy nagyon régi bölcsesség, és ugye ebből épül fel a testünk, és visszahat a mentális oldalra, ez egy hosszú téma, de izgalmas. Mi van akkor, ha valakinek, és ez egyfajta záró kérdés, nincs mag a zsebében, de nagyon szeretne egy ökörfejű paradicsomot? Természetesen őket is várjuk, mivel ez az első magbőrze is nem voltak hosszas előkészítő munkálatok, ami a betakarítást megelőzte volna. A magok szedését. Így lehet jönni, és most első alkalommal lehet vásárolni is magokat ezen a magbőrzin, de szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy mivel hosszú távon gondolkozunk, egy csere mozgalom lenne ez a mi magbőrzénk. Tehát most vetjük el a magjait ennek a rendezvénynek. Igen. Mi a mag népének az agjai, hogy ezt még fokozzam tovább, és akkor egy zárszó a kosárközösségről. Egy definíciót már adtál, de most még egy bővített mondat jöhet. Nyíregyházán több embernek a víziója az volt, hogy lehet egy helyi gazdaságot fejleszteni. Hogy kell helyi gazdaságot fejleszteni? Kezdjük el. Mi érdekli az embereket? Elsősorban az, hogy a élelmiszer, mit eszünk. Erre gyűltünk legtöbben össze, ezért elindult 3 éve már egy kezdeményezés, ami gyakorlatilag heti rendszerességgel szervezi a helyi termelőket, a helyi fogyasztókat, egy ilyen közösségi alapon, új típusú sharing economy-nek is nevezhetném ezt az egész kezdeményezést. És mi igazából mindenféle módon igyekszünk a helyi gazdaságot támogatni. Első lépés az, hogy az élelmiszer biztonság, helyi ellátás meglegyen. A következő lépés az, hogy hogyan tudjuk például közösen finanszírozni a gazdaság fejlesztését, és akkor utána a távlatok igazából elég széles palettát mutatnak. Tehát veletek is lehet találkozni, meg a magokkal természetesen. Jövő héten vasárnap a Múzeumfaluban. Sok sikert hozzá, köszönjük szépen. Köszönjük szépen mi is. Kedves nézőink, számos programot ajánlottunk már, és fogunk is még ezen műsor keretei között a következő hétvégére döntően. Köztük van egy olyan, amire úgysem kapnak jegyet, legalábbis a bemutató előadásra, mert arra bizony bérlettel kell rendelkezni, de a következő hetekben nagy valószínűséggel Nyíregyháza beszélni fog arról az előadásról, amit a Móricz Zsigmond Színházban mutatnak be a következő hétvégén, ez pedig a Bála Savoyban. A darab rendezőjét, az előadás rendezőjét köszöntöm szeretettel, Novák Esztert kezi csókolom. Egy darra is fakadtam, ezt most nem mertem megtenni élőadásban, félig élőben, hogy az én nevem Labella tangolít, és ez még csak egy sláger a sok közül. Indítsuk innen, mert ez egy zenés előadás. A slágerek felől? Igen. Hát akkor Ábrahám Pál felől kell indítani, aki nekem, én egyébként is nagyon kedvelem az operett műfaját sok okból, ez most nem térek ki rá, de Ábrahám Pál ugye az a szerző, magyar operett szerző, aki a 20-as évek végétől tulajdonképpen a jazz zenével beoltotta a legnagyobb operett hagyományokat, tehát formailag és sokszor zeneileg is a magyar és a bécsi operett keverékéből
dolgozva készített operettet, de ez tulajdonképpen jazz operettek, amiket ő írt, hatalmas nagy zenekari felállásokra, őrületes jazzzenékkel, tulajdonképpen a 20-as, 30-as éveknek a kabaré és mulató világát, franciás, németes világát beleoltotta a zenébe. Tehát ne a Kálmán Imre stílust várjuk. Nem, de hát ez, ugye ez a mű is, mint ahogy az összes Ábrahám Pál mű, tele-tele van hatalmas lágerekkel, amit lehet, hogy az ember nem tud otthon, hogy majd a Bála Savoyban fogja a Toujours l'amour-t, vagy a Kicsike vigyázzon egyszer nagymama ezt hallgatni, de amikor ott ül a néző, akkor rá fog csodálkozni, hogy úristen, ezt a dalt is ismerem, ezt is ismerem, ezt is ismerem. Ezek kupléként is önmagukban is elhíresült. Hát igen, persze, tehát sokszor lehet hallani őket ilyen vegyes műsorokban is természetesen. Ábrahám Pál egyébként a 30-as évek hát végéig, illetve hát a zsidó törvényekig Berlinnek olyan ünnepelt sztárja volt, hogy neonreklámok hirdették Paul Abraham-mal a nevét a különböző színházak és mulatóhelyek. Tehát igazából ő egy irdatlan ünnepelt sztár volt, és hozzátartozott egy elképesztő színészgárda, Dénes Oszkár, Bársony Rózsi, Alpár Gitta, akik egy időben tudták előadni az operettet Budapesten magyarul, Berlinben németül, filmen németül játsszák, lehet is látni a YouTube-on belőle részleteket. Szóval ez egy nagyon megrázóan nagyszabású korszaka volt a magyar zenés színpadi. És ez is a 30-as évek elején tattálódik, hogy ennek a premierje. Jazz operett, de milyen stílusok vannak benne, ha még mindig a zenénél tartunk? Zeneileg milyen stílusok vannak? Mindenféle. Tehát van rendes angol valcer, A nagy emblematikus száma, Toujours l'amour, az például az egy angol valcer, van benne swinges szám, sok, bossa nova, spanyolos, ugye ez a tangolita, az argentin táncosnő, az a csábító szereplő ugye a történetben, neki egy picit ilyen latinos ritmusokkal, tehát minden, ami dukál tulajdonképpen. A libretto sem utolsó. Hát arról most már nem beszélek, hogy az egyik szereplő, bocsánat, hogy beleszólok, az Mustafa Bey, a török attasé, tehát ami szintén a 30-as évekre nagyon jellemző, hogy a keleti kultúrákért nagyon vonzódik Európa, és beáramlanak keleti hatások, tehát a Mustafa Bey motivumaiba pedig ugye halljuk a keleti dallamokat. Akkor beszéljünk a szövegről, és ne a librettóról, bár az is ragyogó. Igen. Hát a szövegkönyv ez a romhányos verzió, ugye? Hát úgy van, hogy a heltai, tehát a librettóban, a prózában a heltai, az eredeti fordítást vettük Kárpáti Péter dramaturg író munkatársammal alapul, és a dalszövegeket pedig Romhányi fordította. Németből? Nem, én szerintem a Heltainak a fordításából készítette a Romhányi, én úgy látom. De ez a két-három év, ez garancia. Hát ezek jó garanciák, meg létezik egyébként egy új fordítás is, Zöldi Gergő fordította újra a dalszövegeket az Operett Színház számára néhány évvel ezelőtt. De az igazság, hogy én itt azok is nagyon nagyszerűek, és kaptunk is két dalt tőle, ami nem létezett Romhányi fordításban. Mert azt kell még tudni erről az előadásról, amit készítünk, hogy mániákus vagyok, tehát itt elfognak a finálék is. Ugye az operettnek nagyon jelentős része az, hogy az első és a második felvonás fináléi, azok dramaturgiailag nagyon fontosak, és azok ilyen nagy lélegzetű zenei művek, nem összefoglalásai a korábbi daloknak, hanem előre viszik a történetet, és ez itt most elhangzik Nyíregyházán, és erre szerintem büszkék lehetünk. Zenekarral egyébként, vagy? Hát úgy nagy zenekar, hogy a Nyíregyházi Színház zenekari árkába kimértük, egész pontosan 16 zenész fér be, és akkor a 16 zenésszel Lázár Zsigmond zeneszerző és zenei vezető barátom. Klasszikus nagy operettet várjunk. Nem rossz is a kérdés, talán fel se teszem csak félve, hogy kellett ebbe idézetbe belenyúlni, vagy az eredetihez nagyon hasonlót várhatunk itt Nyíregyházán. Milyen szempontból? Hát a rendezők szoktak azért újra gondolni darabokat, hogyha eltelik néhány évtized, de egy operettnél kell ez. Az operett nem az a műfaj szerintem, ahol ott igazából a legnagyobb kihívás az, hogy a zenének a lehető leginkább maradéktalannak kell lenni stílusban, megformálásban és színészi előadásban, és természetes, hogy a 21. században az ember némely motivumait az operettnek, vagy műfai sajátosságait
azt egy esetleg egy halvány iróniával kezeli, de az inkább a közönség szórakoztatására van. Tehát nem kellett ilyen értelemben. Akkor idézőben dicsérjük, vagy építsük fel egy picit a társulatot, akik játsszák, már csak azért is, mert ön tanít, és ugye a színművészetén is pont ezt a műfajt. Igen, tehát a Bon Vivant az Vaszkó Bence, akit jól ismer, nagyszerűen énekel, nagyszerű tenorista, fiatal Kaposvár. Herben is ragyogott alatt. Igen. A férfi táncos komikus az Gulácsi Tamás, ő Mustafa Bey, uh-huh. aki játsza, Horváth Margit az a Hugi, visszatért mindenki, nem? Visszatért Hugi, ez öröm. Ő Latangolita. Hát visszatért ebben az évadban, majdnem minden előadásban azért játszik, mondom, de csodálatosan énekel, és én nagyon-nagyon régen vártam, hogy dolgozhassak vele, tehát ez nagy öröm nekem. És akkor a végére tartogattam a Primadonnát és a Szubrettet, akik a Kosik Anita, akit szintén ismer már a nyíregyházi közönség, és akkor egy vendégünk van, Kis Diana Magdolna, és ebben nekem csak az a fontos, hogy ők mind, a Kis Diana Magdolna az első zenés osztályomba végzett, és a Kosik Anita meg a második osztályomba végzett, úgyhogy mikor van egy duettjük benne, és nézegetem őket, akkor nagyon boldog tudok lenni. Mivel egy jó hét van hátra, ez egy sűrű időszak, úgyhogy sok sikert kívánunk hozzá. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ez volt a Siesta, nem sokára folytatjuk a Siesta Plusszal, további programok ajánlójával és ragyogó az időszakhoz kapcsolódó témákkal. A mai figyelmüket is köszönjük Piszár Tünde szerkesztő nevében, és további kellemes estét kívánunk, viszontlátásra.